nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service 4 Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Kényes, nagyon fontos verseny nekünk a bajnokságban. Ez egy remek helyszín jetski versenynek. Nagy tó, megfelelő vízfelület, megfelelő körülmények, egy remek depó tulajdonképpen itt a Kék Tó kempingben. Az egész összességében, infrastruktúrálisan, mind a vízfelület szempontjából, tehát a sport szempontjából tökéletes. Elnökségi tagként 2011 óta dolgozok. Amiben szerintem nagy a szerepem az az, hogy külföldi versenyeken, nemzetközi versenyeken járok, és ez kevésbé volt jellemző. Tehát mondjuk azt, hogy a külföldi kapcsolatok, illetve a sporták fejlődéséből hozok haza, amit csak tudok. Szívemben viselem a sportot, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó sport, kicsit hányatott sorsú, és hogyha új fiatalok, igazi sportemberek kerülnek be a sporthoz, azt mindig támogatom és szeretném, hogyha részévé válnának ennek a körnek. Vannak ügyes emberek, akik esetleg technikásan tudnak menni, vagy van hozzá fizikai képességük, viszont fejben nem tudják összerakni. Vannak olyanok, akik kevésbé tehetségesek, de fejben rendkívül koncentráltak és eltökéltek. Ezzel keresztül érik el talán hosszabb úton céljaikat. Tulajdonképpen, ha ez a kettő összeáll, azt azért hamar meglátja az ember. Ennyi év sportban töltött idő után. 2008-ban volt egy magyar bajnoki címem, Ski F1-ben. Talán azt mondom, hogy magyar szinten ez volt a legjobb eredményem. A többi éveken voltak már jó évkezdetek, jó szezonzárók, de valahogy nekem sohasem jöttek össze ezek a bajnoki címek. Emellett futamokat tudnék kiemelni, ahol igazán jól éreztem magam, akár győzelmek, de legyen ez egy negyedik hely, amit tudnék említeni. Önmagamhoz képest mindent, vagy még annál is többet kihoztam magamból. Sziasztok, Szabó Gábor vagyok, és én leszek a mai nap házigazdája. Jól hallottam, megnyerted a mai futamot Gentlemanben? Hát igen, mai futam nagyon sikerült. Rajtoltam harmadik helyen, följöttem másodikra, sokáig déli után mentem. Harmadik, negyedik körbe sikerült
előznöm is, így sikerült megnyerni a mai futamot. Nagyon szép futam volt, viszont nem volt egyszerű. Már csak azért sem, ha jól tudom, múltkor megsérültél. Igen, Dunaharasztin volt egy baleset. Azóta egy hónap elment, és valamit javul, de mindig fáj. Jetezni még nagyon nehéz, de már nem bírtam ki jet nélkül. Hogy tetszett a helyszín, a pálya? Hogy érezted magad itt a hétvégén? Épp a helyszín miatt is jöttem, mert kétszer már voltam itt, és nagyon tetszett a hely, nagyon szép a víz, jó hullámos a víz, nagyon szép volt a pálya, technikai pálya volt, gyors pálya volt, és tökéletes volt, tetszett nagyon. Egyforma pontszámmal látok most Déri Attilával a bajnokságban. Mik a céljaid, mik az elvárások az utolsó futamon? Igen, igen, ugyanennyi ponttal állunk mind a ketten. Utolsó futam nagyon fontos lesz. Nagyon örülnék, ha első futamba Déri megnyerne, és másik futamba megnyernék én, és így ugyanannyi ponttal megnyerném én. Akkor találkozunk majd Miskolcon. Köszönöm szépen! Gratulálunk, úgy tudjuk, hogy te nyerted meg a Ranobalt F1-es kategóriát. Mesélj erről a futamról. Kassa Gyurit nem tudtam megelőzni, de tegnap volt egy hibája. Hál' Istennek, amíg ő gépet cserélt, addig el tudtam menni, és akkor előnyre tettem szert, hogy utána az már behozhatatlan volt. Mit gondolsz a versenypályáról, a hétvégéről, hogy sikerült? A helyszín az csodás, bármikor jönnék ide jetezni. Igaz, hogy messze van Pesttől, de tényleg nagyon szép a környezet. A versenyszervezés az jó volt, a pálya az meg nekem maximálisan kedvezett, és nagyon tetszett is, mert rövid volt, és csikicsuk is, úgyhogy az tökéletes volt az egész hétvége. Mik a céljaid az idei bajnokságban, illetve készülsz esetleg nemzetközi vizekre? Nemzetközi vizekre készülök, csak a világbajnokságra idén, pont azért nem is mentem az EB-re se, mert időt, energiát, pénzt gyűjtök a VB-re, mert azt fontosabbnak látom. Igazából a rajtnál egy kicsit bealudtam, de így is el tudtam hozni a második helyet, utána pedig stabilan motoroztam azt, amit tudtam. Most nagyon nehéz volt, ez volt az eddigi legnehezebb verseny a hétvégén. Nagyon kemény hullámok voltak, és igazából szinte többet voltunk a levegőben, mint a vizen. Igazából semmi más nincs abban, hogy a testvérem a pályán ugyanúgy versenyzi, mint bárki mással. A stock futamot így szerencsésen, így keresztbeverésekkel meg tudtam nyerni. A második GP futamot azt szerettem volna megnyerni. Egy kemény csatába végül is a második hely sikerült. Úgyhogy így összesítve hétvégén két első és egy második, az szerintem tökéletes. A stock kategóriát azt magasan vezetem, az nem lesz gond szerintem. A GP-be a tesóm vezet 10 ponttal, az még nem dőlt el, ugye? És még itt az offshore-ban is kemény meccsek lesznek a Martinnal, mert ő is talán 4 ponttal van mögöttem, úgyhogy mindenképp az offshore-ra és a GP-re még kemény meccsek várhatóak az utolsó versenyen. Gábor, hogy értékeled ezt a hétvégét? Hogy sikerült a helyszínnel kapcsolatban, a szervezéssel kapcsolatban? Hát igazából a helyszín az tökéletes, ugye itt már voltunk egy párszor, tehát nem az első alkalom, hogy a gyékényesi tavat meglátogatjuk. Nagyon szereti egyébként a szövetség, egy igen különleges tó, tengeri viszonyok vannak a mélység miatt, nagyon kemény hullámok, nagyon kellemes pályát lehet rakni, technikás pályát, olyat, amint tényleg a versenyzők igazi versenybe vesznek részt, megizzadnak rajta. Most én úgy érzem, hogy sikerült egy nagyon jó pályát összerakni. Ez egy nemzetközi szintű pálya volt, tehát mindenben megfelelt egy külföldi verseny körülményeinek, és hát elég rendesen elfáradt a csapat. Tehát ez már látszott, hogy a pálya adottságai és a magyar versenyzői kvalitások azok pont jól találkoztak, de ettől függetlenül elfáradtak. Tehát egy küzdelmes, nagyon jó versenyt láttunk. Magyar mentőcsapat idén tett egy szakmai vizsgát, ami nemzetközileg elismert. Jelente ez valami előrelépést, illetve
fejlődést a sporták számára? Mindenképpen azt mondom, hogy nagyon nagyot fejlődtünk előre. Nekünk ez szakmailag ez egy nagyon nagy előrelépés volt. Olyan emberekkel dolgozni, akik gyakorlatilag világ elsők, tehát a világ élvonalába tartoznak a szakmába. Azt ugye tudni kell, hogy a sikeres vizsga után lementettük az Európa-bajnokságot, ez egy úgymond egy ilyen teszt volt a vizsga után. Ott is sikerre vettük az akadályokat, tehát éles mentésünk is volt. Meg is tudtuk oldani a feladatokat, amiket ránk bíztak. Tehát én mindenképpen úgy értékelem, hogy a magyar mentőcsapat az elmúlt években óriásit fejlődött előre. Ennek úgymond egy koronája lett ez a Porecsbe elvégzett. Hogy érzed, szüksége van-e arra, hogy a magyar oldalról a magyar szövetség nyisson-e külföld fele, illetve nézegessük, hogy mit tud a világ és mit csinál? Van-e valami lemaradásunk, vagy látsz-e valami különbséget? Különbségek nyilvánvaló, hogy vannak. Én mindenképpen azt gondolom, hogy nyitni kell a külföld felé, tanulni kell, tehát minél több külföldi verseny ott kell legyünk. Mint ahogy a versenyzők ott vannak ennek a csapatnak is, tehát a mentőcsapatnak, versenyigazgatóság bizonyos tagjainak látogatni kell a külföldi versenyeket és tanulni. Tehát ez egy tipikusan olyan technikai sportág, ahol csak tanulni lehet. Ennyi volt Gyékényes, most pedig átadom a stafétát a következő házigazdának. Találkozunk Miskolcon 2 hét múlva. Köszöntöm a nézőket! A mai napon egy rendkívüli adásnak lehetnek szem- és fültanúi, ugyanis engem ért ez a megtiszteltetés, hogy helyettesíthetem Dinoszki urat. Én Barát Bence, most én ülök a műsorvezetői székben. Csere itt, szerva ott. A mai vendégünk Járányi Gergely, világbajnok jetski versenyző, és amint láthattuk az előbbi bejátszáson, győzedelmeskedett a saját kategóriájában a 4. OB futamon. Ugye már elmondtad ott a helyszínen a riportban, hogy milyennek találta ezt a versenyt, de most megosztanád velünk is a tapasztalataidat? Hát jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit. Az előző verseny, az OB 4. futam az nagyon jól sikerült nekem. Az első futamot nagyon könnyen nyertem. Innen már tudtam, hogy mivel dupla pontért mentünk, ezért a második futamon már nagy gondom nem lehetett, hogyha a technika is kiadja, úgyhogy a harmadik helyen bejöttem, de így is bőven elegendő volt ahhoz, hogy első legyek az összetetbe. Így 9 ponttal maradtam el most már csak az első helyezettől az összetett országos bajnoki állás szerint. Úgyhogy a következő futamra nagy edzésekkel készülök. És hány futamon még hátra? Van esélyed, hogy összetettben győzedelmeskedje a bajnokságban? 1 OB futam van hátra, ez 2 futamot jelent, úgyhogy nagyon össze kell szedjem magam. Hát szurkolunk. És egyébként a verseny szervezésével és a körítéssel elégedett voltál? Hát egy gyönyörű szép helyen volt megrendezve a verseny, és ráadásul olyan emberek építették a pályát, akik nekem kedveztek. Rövid pályát és nagyon jó körülményeket teremtettek, mind hullámokkal, mind bójákkal, úgyhogy nekem tökéletes volt az egész hétvége. Van ilyen ebben a sportágban, hogy különböző versenyzőknek van egy kedvelt pályatípusa, amin szívesebben versenyez? Persze, mivel adott a maga a gép is, hogy kinek milyen gépe van. Nekem egy könnyebb típus van, 2 ütemű, ami mindenféleképpen rövidebb pályán kedvez. Ugyanakkor hiába tennének be hosszú egyeneseket, lehet, hogy nekik kedvezne, de
szerencsére annyira sok csiki-csuki rész volt, és annyira sok megtörés volt a pályában, hogy szerencsémre ezt tudtam orvosolni. Tehát akkor gyékenyes egy kedvelt pálya egy, számomra. Egy kedvelt pálya számomra, így van. Akkor úgy kicsit kanyarodjunk vissza a múltba. Mesélnél arról, hogy cseppentél bele a jetski életbe? Hát a jetski életbe úgy cseppentem bele, hogy Balatonfüredre jártunk le nyáron. Akkor még lehetett Füreden jetskizni, 92-3-ban. Vízisi pályán láttam, hogy ott mégis ez hogyan megy. Aztán utána Abád Szalókon talán az első verseny, ami így megvan, és dereng bennem így 16-8 év távlatából. És akkor utána mindig is szerettem volna versenyezni, láttam, hogy hogyan versenyeznek a srácok, szüleim ráadásul, mert mivel hogy édesapám is versenyzett előtte, így tudtam egyáltalán kipróbálni ezt a sportot. Úgyhogy szerencsém volt ezzel, mivel már korán megtapasztaltam, és meg is szerettem ezt a sportot, és körülbelül 16 évig volt az álmom, hogy megnyerjem a világbajnokságot. Ami ugye össze is jött. Hát ami össze is jött, szerencsére, így van. Nem abban a kategóriában szerettem volna nyerni, de összejött, és idei álmom is az, hogy megnyerjem. Ugye erről hallhattunk a riport során, hogy emiatt lemondasz az EB indulásról is? Emiatt le. Emiatt az Alpokadria sorozatról is, meg az EB-ről is. Ez nagy lemondás? Nagy három verseny, azért szívesen elmentem volna egyre kettőre, persze. De ebben a sportágban akkor a VB cím az olyan súlya bír, ami felülmúlja ezt a másik két versenysorozatot is? Felül. Mik azok az egyéb eredmények, amikre még büszke vagy, amiket elértél? Hát van magyar bajnoki címem is, az se volt egyszerű összehozni, de a leginkább ezekre a világbajnoksági címekre. Most már van 5 darab, úgyhogy még azért jó lenne egy-két dobogós beszerezni. És a következőt az hol lesz? A magyar bajnokság, vagy pedig a világbajnokság? A világbajnokság. A világbajnokság minden évben ugyanott van, ez Lékhavaszú City-n van. 180 mérföldre Vegas-tól. 34. alkalommal lesz most idén. Úgyhogy így a nagy múltra visszatekintve azért egy komoly verseny minden évben az. És esélyekkel indulsz, mondhatjuk? Persze. Számolnak persze. A neveddel? Egyébként neked a szakmában úgymond van neved, ismernek téged? Magyarországon inkább. Külföldön még annyira nem, de azért már tudják, hogy két ütemből úgyis ott leszek a dobogon. Ugye az élsport mindig együtt jár a sérülésekkel is. Neked volt erre alkalmaz a karriered során? Jetskin szerencsére csak minimális, tehát ilyen zúzódások, állam szétnyílt és ilyen hasonlók, de szerencsére nagyobb nem történt. Ugye ez is egy technikai sportág. Mennyiben hasonlít a motor vagy az autósportra? Van párhuzam a kettő között? Inkább a motorsporta, én mindig a cross motorral szoktam összehasonlítani, mert nagyon hasonló a versenyzési stílusunk, tehát ugyanúgy egyszerre indulunk a pályán, ugyanúgy egyszerre megyünk végig rajta, nem egy időmérő versenyről van szó. Hasonló azért is, mert a motocrossban is változik egyfolytában a pálya, itt is a hullámok miatt egyfolytában változik, tehát ahhoz tudnám a legjobban hasonlítani, de mint élmény az inkább a quadhoz hasonló. Tehát hogyha télen valamivel kell edzek, akkor egy quaddal tudok a leginkább hasonlót edzeni, mint egy jetskivel. Edzés. Mennyi időt veszel a mindennapjaidból a jetski versenyekre való felkészülés? Ma már nem sokat, mivel több mint 15 éve versenyzem, tehát ma már sokat nem kell edzek rá pluszba, inkább száraz edzés, és versenyek előtte való nap, mindenféleképpen kimegyek a tóra és edzek egy pár órát. Akkor mondhatjuk, hogy a jetski az első számú tevékenység az életedben? Persze. És másodlagos? Hát másodlagos az a munka, most leginkább. Előtte az iskola volt, de van egyébként, volt az életemben nagyon sokáig BMX sport, majdnem versenyszerűen is, de mai napig a sport, a motorsport szeretete az mindenféleképpen kitölti az fél életemet. Mire van szüksége egy embernek, hogy ilyen szinten üzze ezt a sportágat? Ez kell mentális, szellemi és fizikai adottság? Minden kell egyben, tehát szokták kérdezni, hogy egy technikai sportágról van ugye szó, hogy akkor most mi a döntő, a fej vagy pedig a technika.
szoktam nekik mondani, hogy mind a kettőnek 100%-osnak kell lennie, és még mellette kell egy 100%-os szerencse is, mert máskülönben nem jön össze. Igen, hát ez minden sportágban jelen van. Mik a rövid távú jövőben a céljaid? Hát jövőben a cél ugye októberben a VB, ez mindenféleképpen, és gondolkozom új kategóriákon, hogy kipróbáljam magamat vagy állós, vagy sport kategóriában újra. Jövőre reméljük, hogy a magyar bajnokságban több kategória lesz, úgyhogy szeretnék én is még egy kategóriát a sajátom mellé. Mennyiben különböznek a különböző kategóriák? Jelentős különbségek vannak? Hát alapvetően van ugye állós-ülős, ez a legnagyobb különbség. Aztán utána jönnek technikában, hogy van ugye a stock teljesen gyári gép, és akkor van egy úgynevezett limitált kategória, ma már alig-alig a világon, de van néhány helyen. Ott meg van szabva egy pontos leírás szerint, hogy miket lehet. És akkor van egy úgynevezett open vagy GP kategória, ahol pedig bármit lehet tuningolni. Ez az én kategóriám, te úgynevezett király kategória az ülősbe. Itt bármit lehet csinálni, tehát igazából saját gépem, ami egy olyan 200-220 lóerős kétütemű gép, az ellen jönnek egy ilyen 400-500 lóerős négyütemű gépekkel, úgyhogy jó a meccs. Mennyire népszerű ez a sportágon belül? Itt indulnak a legtöbben? Sajnos nem, pont ezért, mert sokan nagyon sok időt, energiát, pénzt fektetnek bele, és vannak olyanok, akik nem tudnak ennyit belefetszölni. De hát itt vagyok én is példának, hogy nem fontos az, hogy most mennyi pénze van az embernek, mert egy másfél milliós technikával lehet 10 évig versenyezni. Tehát. Mennyiben áll mögöttetek a csapat? Szponzoráltatok, ez segít? Hál' Istennek most már vannak komolyabb szponzoraim, igen, de még mindig szeretnék gyűjteni, mert azért a VB-re nagyon komoly anyagi vonzatokkal rendelkezik, tehát mindenképp kellenek a szponzorok. És mennyire vagy egyedül? Vannak edzőid, vannak, akik melletted állnak a felkészülés során? Inkább barátok, ismerősök, szerelők. Kell, hogy lelkileg támogassanak egy-egy ilyen készülés során? Kell mindenképp, mert egy olyan kategóriáról beszélünk, ahol sok lehet a technikai malőr, és pont ezért van olyan, amikor már az ember feladná, mert már annyira szétment a technika, vagy éppen nekem fáj a hátam, vagy valami. Úgyhogy kell mindenképp, aki noszogat egy picit. Mennyire fontos neked a sportág népszerűsítése? Bármilyen tevékenységet végzel, ennek érdekében, hogy többen megszeressék, többen elkezdjék, utánpótlás, toborzás esetleg? Gondolok mindig ő rájuk is. Idén tavasszal volt egy bemutató, aztán utána két versenyünk között volt egy úgynevezett Parajetski kupa, mind a kettőre elmentem, és mind a kettőn részt is vettem, és beszélgettem is ott a kívülállókkal, hogy hogyan lehetne még közelebb hozni az emberekhez ezt a sportot, úgyhogy szerencsére most már minél többen vannak ilyen emberek is, akik segítik ezt az utánpótlás, gyarapodás dolgot. Mit tervezel a jetski után? Meddig lehet egy ilyen pályafutást vinni? Van egy ilyen felső életkor határ? Felső határ nincs, hál' Istennek van veterán kategória is, tehát hogyha 35 után lennék, akkor is lenne mibe versenyezni. De szeretnél is? De szeretnék is, tehát nem gondolom azt, hogy abba szeretném hagyni. Ez egy olyan vállalkozás, ami egy egész életen át tart? Egy hivatás? Mindenképp. Ilyen sok sportoló gondolja így. Más sportokkal hogy állsz? Üztél esetleg a jetski mellett mást is, ugye, ami nem technikai sportág? Félig meddig már az is technikai sport, BMX-eztem 15 évig, vagy 14 évig pontosan. Aztán utána próbálkoztam snowboarddal is, de mégiscsak a technikai sportnál maradtam. Szüleid mennyiben támogatnak ebben? Maximálisan, szerencsére, úgyhogy nekik köszönhetem. Volt olyan, hogy a családban esetleg az ismerettségi körödben miattad kezdte el valaki jetezést? Van mai napig, persze. És mai napig csinálják is. Ugye láthattuk a bejátszás során, hogy mennyire családias és kellemes hangulatban telik egy-egy ilyen futam. Mennyire alakulnak emiatt ki barátságok? Hát nagyon jó barátságok alakulnak ki, az biztos. Tegnap is egy olyan helyen voltam edzeni, ahol a haverjaim hívtak, és maximálisan jól éreztük magunkat,
és az előző versenyre is úgy tekintek vissza, hogy nagyon jó hangulatba telt, tehát ez a legjobb az egészben, hogy hétvégén elmegyünk, és akkor ott nagyon jó hangulat van, mindenki azt csinál, amit szereti, tehát nagyon jó. Színvonalban van különbség a magyar és a külföldi versenyek között? Régen úgy gondoltam, hogy igen, ma már nagyon jól felzárkóztunk, tehát ma már maximálisan egy európai szintű versenyt rendeznek itthon is. Ugye Európa világbajnokság, október, mennyire várod? Ugye ez már eléggé felkészült vagy? Fejben még volna egy kicsit, amin kellene alakítani, de úgy érzem, hogy energiában már rendben vagyok. Hát reméljük, hogy most nem akad semmilyen technikai problémád, mint az előző versenyen. Nagyon remélem. És hogy esetleg mosolyjal térsz haza, és újra vendégül láthatunk a műsorban egy aranyéremmel a nyakadban. Én is örülnék. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.